Igen. Halló! Na mi Jó van, napot édes kívánok, csillag? Kovács Bernadett vagyok, és az internetes biztonsági osztályra telefonálok, mert úgy látom, hamis termékeket vásárolt az interneten. De ide Zavarhatnám egy figyelj, édes pillanatra? drága csillagom! Ide figyelj, édes drága csillagom! Rendben. Úgy láttuk, hogy többször is olyan termékeket vásárolt az interneten, amelyek különböző márkák hamisítványai, és ez bűn. Álljon Tisztában meg a van mellett! ezzel? Álljon, téged is megvennélek kilóra! Hány kiló vagy? A probléma az, hogy felkerestük a boltot, akik azt mondták, hogy ön tisztában van azzal, hogy mit vásárolt. Ide figyelj! De engem keresztül szeretnélek megismerni. Nos, a probléma az, hogy ezt jelentenünk kell a rendőrségnek, a bírság ezért 500 ezer és 1 millió forint közé terjed, Igen? értette? Mi persze, hogy ne. Csak az a baj, hogy nincs internetet, te szerencsétlen széda. És mire számította akkor, amikor kínai termékeket vásárolt? Magas labdára! Mindenki tudja, hogy ezek ilyen áron csak hamisítványok lehetnek. Mondom, magas labdára számítottam. Érted? Ha úgy gondolja, küldhet nekünk egy nyilatkozatot, amiben nyilatkozik arról, hogy nem én tudta, hogy ezek küldök olyan nyilatkozatot de neked, akkor hogy sem lehet elszül a tudni pityán. számítani. Egyetért? Mondom, küldök olyan nyilatkozatot neked, hogy elszül a pityán. Ha igen, még kis egyszer... hazugságokat próbál velünk elhitetni. Nem, hát sem, nem vagy csak a kormány. Oké, ne aggódjon valaki, csak tréfát üzön, ne rendben. Te vagy, aki tréfát tűzöl, baszd ki az egyet. Köszönöm, viszlát! Jókolom, te az belőgjél!